Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják. Felújították a kapospulaiak polgármesteri hivatalát. Az épület az 1900-as évek elején épült, és energetikai szempontból rendkívül korszerűtlen volt. A területfejlesztési operatív programból 40 millió forintot nyertek a korszerűsítésre. Kapospulaiak polgármesteri hivatalát 1904-ben tervezték, és 1910. augusztus 20-án adták át. Az épület mindig is közösségi feladatokat látott el. Volt bírósági épület, később tanácsháza lett, most polgármesteri hivatal és posta épület. Akkor megmaradt nyomokban az épületeken, a nyílászárók még az eredetiek, amik ugyan szépek, de korszerűnek, modernek és legfőképpen energiatakarékosnak egyáltalán nem nevezhetők. Amikor megnyílottak a top pályázatok, akkor beadtuk igazából a pályázatot. Kicsit az utolsó között kaptuk meg a támogatói határozatot. Gyakorlatilag ilyen 42 millió a bruttó összeg, amit erre nyertünk. Tehát itt teljes hőszigetelés, nyílászáró cserék, a tetőre napelem, egy modern hőszivattyús fűtés gázzal kombinálva, tehát gyakorlatilag egy nagyon takarékos, és igazából ez már a 21. század technikája. Én bízok benne, hogy ilyen minimum havi 20 ezer forintot a fűtés számlánkon meg tudunk spórolni. Természetesen ki kellett költöznünk, úgyhogy egy ilyen 3x4 méteres kis irodában működött a hivatal. Hát ez egy kicsit nehézséget okozott. A postát, hát egy hónapig nem üzemelt a posta, addig mozgópostás járt igazából, és hát azért a szolgáltatás működött. Kapospula a lehetőségekhez mérten jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban, mondta Stembler József polgármester. A kultúrházunkban összenyitottunk két helységet, ezzel egy nagy közösségi teret tudtunk megnyitani, ez ilyen 3 millió forintos önerős volt. Aztán közmunkaprogramban rengeteg járdalapot gyártottunk, ezekből Alsóhetényben kompletten föl lettek újítva az összes járda, tehát gyakorlatilag ugyanúgy, mintha térkő lenne, alá kitükrözve, durvakővel, levibrálva, tehát az egyenértékű egy térköves járdával. Ezekből a lapokból Kapospulában szinte az összes vízelvezető árok ki lett bélelve, tehát ugye mert itt a klímaváltozás miatt ugye nagyon nagy esők várhatók, sajnos. Aztán Kapospulán felújításra kerültek még a nagy része járdaszakaszok, amik nem voltak térköves, úgyhogy már nagyon kevés olyan járdánk van, ami nem térköves, tehát itt az anyatelepülésen úgy mondom. Alsóhetényben sikerült egy közösségi házat kialakítani, Alsóhetény Kapospulához van csatolva közigazgatásilag, ilyen 220 ember lakik, ott nem volt közösségi terük, ott sikerült egy ilyet megvalósítani. Falubuszt nyertünk. Aztán, ami egy nyertes pályázatunk, még a Kapospulai Művelődési Ház, ez egy 96 millió forintos, aminek a beruházás, vagy a tervei is igazából most készülnek, és nem sokára bízok benne, hogy a közbeszerzésig eljutunk. A kis településeken azt kell elérni, hogy az ott élők otthon érezzék magukat, és a lehetőségekhez képest olyan körülményeket kell teremteni, amelyek nem maradnak el a városiaktól, mondta Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke. Próbálják megközelíteni ezek a kis települések azt a komfortfokozatot, amelyet mondjuk egy nagyobb bocskaváros tud nyújtani nekik. Ezen az úton segít bennünket a területi operatív program, hiszen ezeken a településeken pontosan az ilyen közérzet, meg a településen való boldogulásnak a lehetőségeit szeretnénk kitágítani. Sikeresek vagyunk, sok nyertes pályázat van, nagyon ügyesek voltak a településvezetők, és láthatóan sok átadott projekt volt már eddig is, és várhatóan a következő időszakban is ez folytatódik, ez a sorozat. Most azon dolgozunk, hogy plusz forrásokat találjunk még, és úgy néz ki, hogy sikeresek leszünk ebben is. Tolna megye 27,5 milliárd forintot osztott szét pályázati úton a top forrásokból. A keret elfogyott, minden nyertes pályázat hozzájutott a megfelelő finanszírozáshoz. Ezen kívül volt jó pár olyan pályázat, amelyik forráshiány miatt nem nyerhetett, pedig szakmailag indokolt volt, jó volt a pályázat, igazolható volt minden számadatban. Éppen ezért fordultunk a kormányzathoz, hogy próbáljanak lehetőséget teremteni arra, hogy vagy visszahulló forrásból, vagy pedig saját forrásból erősítsék meg a topot, és a következő időszakban ismét nyissák meg a pályázati tengelyeket. Várhatóan ez meg fog történni, és hadd ne kiabáljam el, hogy mennyi összeget tervez a kormányzat a megyénknek, de azt gondolom, hogy ez egy szabad szemmel jól látható összeg lesz, és ebből ismételten jelentős mennyiségű projektet tudunk megvalósítani. Nyilván nem mi, hanem a települések.
tervezzük azt, hogy mi lesz majd, ha most lezajlik a választás, és a választópolgárok döntenek rólunk, illetve döntenek arról, hogy maradhatunk-e, vagy pedig váltani kívánnak. Én azt gondolom, hogy nekünk attól függetlenül úgy kell gondolkodnunk, felelős vezetőként, felelős szervezetként, hogy mit fogunk csinálni majd a választások után. Föl vagyunk készülve, tele vagyunk tervekkel, keresjük a forrásokat. Az Európai Unióval még nincsenek konkrét eredmények, de úgy látszik, hogy a kormányzat az érti, hogy miről szól a vidék fejlesztése, érti, hogy mi kell a vidéki embereknek, és ahhoz, hogy itt lehessen boldogulni, élni. Steinmeier Józsefnek Kapospulán is jelentős tervei vannak még a következő 5 esztendőre. Kultúrházunk még elkészül, akkor a településnek nem nagyon van olyan középülete, ami nincs felújítva, vagy nem úgy működik funkciójába, ahogy annak menni kellene. Innentől úgy gondolom, hogy a szépítésre próbálkozunk, kicsit több hangsúlyt, buszmegállókat szeretném felújítani, ami még elmaradt járda, azokat megvalósítani, és hát meg ugye fönntartani, működtetni a települést. Az átadások sora folytatódott Dalmandon, ahol hosszú évek küzdelmei után 100 millió forintból sikerült megújítani az óvoda épületét. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, ez a választókerület a megye egyik legdinamikusabban fejlődő területe volt az elmúlt időszakban. Bár valószínűleg a gyerekek jobban örültek volna, ha magukkal vihették volna a lufikat, de az új óvodaépület mégiscsak jó érzésekkel töltött el mindenkit. Az óvoda felújítása viszontagságok között történt, mondta Bodorné Nagy Ibolya polgármester. A pályázat beadásától a kivitelezés befejezéséig eltelt közel 3 év sokunk halántékára ragasztott új vagy újabb őszhajszálakat, de úgy gondolom, hogy amikor szétnézünk ebben a megújult létesítményben, cseppet sem bánjuk. Kicsit hosszadalmas folyamat volt, 2016-ban adtuk be a pályázatot, 17-ben bírálták el, és tulajdonképpen 18 évvége körül beszéltünk arról, hogy valóban neki fogunk állni. Ez a beruházás végül is azt februárban indult el, az idei februárjában, és hát sikerült most átadnunk ezt az új komplexumot, gyerekek és a felnőttek, illetve az egész falunak az örömére. Lehet azt mondani, hogy teljesen megült, hát nem újat óvodát építettünk, egy meglévőt újítottunk fel, kibővítettük egy olyan szárnyal, ami biztosítja a teljes vizes blokkot, illetve a kötelezően előírt helyiségeknek a kialakítása megtörtént. Hát közel a 40 gyerekünk van most az óvodában, és hát nagyon-nagyon korszerű lett, szerintem a mai elvárásoknak megfelelő szép kis óvodát tudtunk átadni a mai napon. Dalmandon tavaly az orvosi rendelő újulhatott meg, idén az óvoda. Polgármester asszony azt mondja, nagyon sok tervük van még. A Magyar Falvak pályázaton belül nagyon sok pályázatot adtunk be, orvosi eszközbeszerzésre, temetőfelújításra, óvoda udvarba, elsősorban ilyen mozgáskészséget elősegítő eszközök vásárlására, nagyon sok, tehát nem is tudom szinte felsorolni, de legalább 5 pályázatunk most be van adva, egy utca teljes felújítására adtunk be pályázatot. Úgyhogy bízunk benne, hogy a jövőben folytatjuk ezt a tendenciát, és nagyon szeretnénk, mert ez a falunak a jövőjét is talán egy kicsit előre lendíti. Az óvoda felújításának költsége megközelítette a 100 millió forintot. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, látványos fejlődésen ment keresztül a választókerület. 33 nyertes önkormányzat volt a különböző topos pályázatoknál. Ez azért több települést érint, mert voltak gesztor önkormányzatok, akik több település nevében pályáztak. 66 nyertes projektről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy a megyei közel 28 milliárd forintból az én körzetemre jutott 8,5 milliárd forint. Mik valósultak meg ebből? Elsősorban oktatási, kulturális, közigazgatási intézményeknek a fejlesztései, illetve azért jelentősen fejlődött a gazdaság is, oda is nagyon sok pénz
áramolt be. Ennek is köszönhető talán, hogy ez a térség mutatta a megyében a leggyorsabb gazdasági fejlődést, ennek örülünk. Ma két új intézményt adtunk át, illetve két fejlesztést adhattunk át, egyrészt Kapospulában a megújult községházának az épületét. Ott elsősorban energetikai korszerűsítés volt, de természetesen ez alatt érthetjük azt, hogy teljesen sikerült felújítani a községházát. Körülbelül 40 millió forintos fejlesztésről van szó, és ezután következett itt Dalmandon az óvodának az átadása, az óvoda korszerűsítésnek az átadása. 100 millió forintból újult meg a dalmandi óvoda. Egyébként a körzetemben több más helyen is volt ilyen fejlesztés, például Harcon, Kakasdon, Bonyhádon, Atalában, Kisvejkén, Váralján, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy több helyen, és az összeg, amit csak az óvoda fejlesztésre költöttünk az elmúlt években, az 764 millió forint. Van egy kínai közmondás, ami azt tartja, hogy ha elvetsz egy magot, akkor egy évre tervezel, hogyha ültetsz egy fát, akkor 10 évre, és hogyha gyerekeket oktatsz, tanítasz, akkor 100 évre. Ez az óvoda fejlesztésnél azt hiszem, hogy igenis, hogy elmondható. Egy év alatt készült el Dombóvár második műfüves labdarúgó pályája. Mindez önkormányzati és komolyabb szponzori hozzájárulás nélkül szinte egyedülálló helyi összefogás eredménye. Egy gyerek minitornával avatták fel a Szent Orsolya Katolikus Általános Iskola sportudvarán kialakított 30 millió forintba kerülő sportlétesítményt. A sokszor kellemetlenül porzó vörös salak, a rideg, szintén sérülésveszélyes betonpálya már csak emlékeztet a múltra a dombóvári Szent Orsolya Katolikus Általános Iskolában. A centerpálya teljes egészében a legkorszerűbbé alakult át egy év alatt. Világítással, védőhálóval felszerelt műfüves pálya szolgálja már a sportot, a labdarúgást. Nem hullott az ölükbe ez a 30 milliós létesítmény, a széles körű civil összefogás volt a mozgatórugója ennek a hiánypótló fejlesztésnek. A legnagyobb eredményeim azt gondolom, hogy az, hogy mi civilek fogtunk össze, tehát ebben ugye önkormányzat nem vett részt, hanem maga az intézmény, illetve az egyesület fogott össze, és kerestük meg a vállalkozókat, miután a pályázatot megírtuk, és a Tolna Megyei Szövetség segítségével a Labdarúgó Szövetség jóvá hagyta, hogy megépíthessük ezt a pályát. Ez pontosan egy évvel ezelőtt történt, amikor ezt beadtuk, és büszkék vagyunk arra, hogy egy év alatt a támogatásokat is, az őrrészt is, és magát a pályának a megépítését is sikerült véghez vinnünk. Jóval többről van szó ez esetben annál, hogy egy iskolában műfüves pálya épüljön, és egy kiemelt sportág űzésének, képzésének a feltételei javuljanak. Példaérték az, hogy egy egyesület és az egyesülethez kapcsolódó vállalkozások tudták létrehozni ezt a labdarúgó pályát. Kivált kép azért is kiemelkedő, hogy nagyon ritka, amikor ez nem önkormányzati tulajdonban van, tehát ez alapvetően egy intézményhez kapcsolódó, egy egyesületi kedvezmény kezdeményezés mentén több mint 10 vállalkozó jóvoltából jöhetett létre ez a pálya. A salakhoz bitumenhez szokott gyerekek számára katartikus élmény volt a műfővel játszani, nem is bírták kivárni az ünnepélyes megnyitót, már órákkal ezelőtt birtokba vették az új pályát. Nagyon nagy élmény volt azt látni, amikor a gyerekek először rámehettek a pályára, mert főleg a kicsik, tehát ilyen első-másikosok, azok bukfenceztek, a földön feküdtek, tehát annyira élvezték ennek a talajnak a minőségét, a puhaságát, hogy szinte vonzotta, hogy ráfeküdjenek, és így próbálják, ilyen megható volt látni. A Szent Orsolya Katolikus Általános Iskolában akár a versenysport, akár a tömegsport, ha úgy tetszik, prioritás. Örül az iskola vezetés, ha bejelentkeznek a futballakadémiát, legfőképpen a kaposvárja végzősökért, amire már szép számmal volt példa. De mint azt a volt élsportoló kosaras igazgató hangsúlyozta, az is legalább annyira fontos, hogy a foci vagy más sporták szenvedélyé életvitelükké váljon a felnövekvő generációknak, és ebben az új létesítmény sokat segíthet. Nagy esemény ez az iskolának az életében. Úgy is mondhatjuk, hogy egy minőségi változás a sportlétesítmények tekintetében.
És azért is szentíztük, mert izgultunk, hogy elkészüljön a kitűzött dátumra, hiszen ugye meghirdettük, hogy az átadás az a mai napon lesz. Ez függött az időjárástól is, de hála Istennek kedvező volt, és a kivitelezőknek is köszönet, mert nagyon szépen, precízen és pontosan dolgoztak. És amit kiemelnék, hogy nagyon szépen, mert nagyon kevés károkozással, és nagyon szépen helyreállították a pálya körül lévő területeket is. Az új pálya már is kihatással van a dombóvári, illetve környékbeli sportélet. Maga a pálya szerintem teljes mértékben összhangban van a mostani elvárásokat, ugye mindennapos testnevelést vezették be ugye a oktatásban, és ehhez ez a pálya remekül illeszkedik. Ahogy ön is mondta, a labdarúgáson túl mindenféle játékos mozgást, fogójátékokat, atletikus mozgásokat, de ahogy ön is mondta, a labdajátékoktól elkezdve bármit ki lehet vitelezni. Azt gondolom, hogy Dombaváron néhány év kihagyás után, két héttel ezelőtt újból elindult a városi foci bajnokság 10 csapattal, focisuli egyesület szervezésében, ugyanúgy mindennek a pályának a megvalósításában ők aktívan közreműködtek. Mint a Kaposmenti Társulás elnökét engem ott felkértek fővédnöknek, ezt a nemes feladatot én elfogadtam, és nyilván a megnyitón ott voltam, és miután valamikor hosszú éveken keresztül jogam is szenvedélyként éltem meg ezt a sportot, azt gondolom, ez egy fontos lépés volt, hogy egy korosztályt újból vissza lehetett hozni. Az új Dombováron a második műfüves pályát a dombovári, tamási és a pécsi utánpótlás csapatok minitornájával avatták fel. Dombóváron a fiatalokra szeretnék helyezni a hangsúlyt a Fidesz-KDNP jelöltjei. Ebből kifolyólag igyekeznek olyan rendezvényeket szervezni, amire a fiatalok is szívesen látogatnak ki. A Vásártéren ezúttal a Hősök formáció adott koncertet. Az ország egyik leghíresebb rap csapata, a Hősök Rap Duo látogatott el a dombóvári vásártére, hogy az érdeklődőknek megmutassa 18 éves pályafutásuk legjobb dalait. Stábunknak Ekü, a duo egyik rappere úgy nyilatkozott, hogy nem először járnak a településen, mégis egy általuk nagyon várt koncertre készülnek. Voltunk már itt fellépni, viszont most nagyon szívesen jöttünk Szilárd meghívására, úgyhogy tök jó lesz itt a buli. Jó, itt a készülődés, jó arcok vannak, nagyon ügyes fellépők voltak előttünk. És egyébként így van, ahogy mondod, a Hősök Együttes 2001-ben alakult. Nyilván az első 10 év az underground szinten ment. Most már azért örülök neki, hogy így az országba eljutunk egy csomó helyre, úgyhogy nagyon-nagyon boldoggá tesz. A rapper azt mondja, hogy nem felejtették el, hogy majd két évtizeden honnan indult a formáció, és a mostani underground kultúráért épült tesznek, mint akkor, amikor még ők is az ország egy kisebb része által ismertebb csapatai közé tartoztak. Abszolút szoktunk előadókkal kollaborálni, nekik full undergroundban vannak, de nyilván ismertebbek. Tékit például nagyon jó barátunk a Blues Bravosból, Sziszkával is 1000 dalt csináltunk Dígóval. Amit talán tudunk tenni, hogy alkotunk együtt zenéket, és ha átmegy az a nagy közönség szűrőjén, akkor még több emberhez eljut. A Szófel 2 például egy ilyen dal, amiben ugye Dígó és Sziszka van. Ez a magyar hiphopnak egy emblematikus darabja, én azt gondolom, és nagyon jó, nagyon-nagyon jó. Nyilván van egy csomó ügyes srác még, volt olyan Nomagroffal csináltunk dalokat régebben. Abszolút a szívünkön viseljük ezt az egész kultúrát. A csapat 2013 óta nem csak dúlóban zenél. A régebbi és újabb dalaik is élőben hangszereken szólalnak meg. Ez a Hősök szerint is előrelépés volt a saját karrierjükben. Igazából nem sok minden változott, annyi lett, hogy zenekarral lépünk már fel. Anna énekesnőnk van 2 éve a csapatban. Őt is nem is az, hogy frontemberi státuszba emelkedett, de nyilván, hogy együtt érjük a dalokat. Úgymond egy kicsit lágyabbak a témák, de ezt azért teljesen nem mondanám. Vannak életmegfejtések, vannak kritikusabb dalok, van benne nagyon sok érzelem. És alapvetően mi mindig rappel foglalkozunk, rapzenét csinálunk. Annyi, hogy mivel a zenekarunk lett, sokkal jobb így színpadra vinni, és jobban is érezzük magunkat ebbe az egészben. Mentával ugye, mint említetted, ugye 2013 végén Brass kiszállt a csapatból, azóta mentával ketten tartjuk a frontot, de hál' Isten Anna jött közénk, és egy nagyon-nagyon új szint hozott a zenekarba. És ezáltal pont elmondhatom, hogy 2019-ben Hősöknek van egy újkori felvirágzása. Dombóváron a fiatalokra szeretné építeni Pintér Szilárd polgármester jelölt. A választókerület képviselőjelnöke szerint ez elengedhetetlen ahhoz, hogy Dombóvár egy jól fejlődő város legyen. Azért terveztük a mai estét, mert nagyon fontosak a fiatalok. Dombóváron nagyon sok fiatal él, és hogyha nem teszünk értük,
nem érjük el, hogy itt maradjanak, akkor el fognak menni innen Dombóváról. Tulajdonképpen a rendezvényt azért szerveztük, hogy a fiataloknak egy jó estéjük legyen. Fontosak ők számunkra, én is öt unokás nagyomban vagyok, és ez nagyon fontos. Mi Dombóváron most váltani fogunk. Elhatároztuk is, egy olyan csapat áll mögöttünk, akikkel megnyerjük a választást, és legfőképpen a jövő a fiataloké, és ez a mai este is a fiataloké. A koncert előtt egy nyereményjáték sorsoláson vettek részt az érdeklődők. A tegyen Dombóvárnyi felvoltából értékes nyereményeket sorsoltak ki a jelentkezők között. 4000 ember előtt lépett fel a Republika Dombóvári vásártéren. A városban az utóbbi időszakban felpörögtek a kulturális rendezvények, nemrég a Hősök Reformáció adott ugyancsak sikeres koncertet a vásártéren. Hát fájjon, ami fáj, égjön, ami ég, hol vagyon a szívünkben, ha ég. Jöjjön, ami jön, a múltat köszönöm, ezer csodát. Hát fájjon, ami fáj, égjön, ami ég, hol vagyon a szívünkben, ha ég. Jöjjön, ami jön, a múltat köszönöm. Azt mondják, a nagy zenekarok mindig euforikus hatással vannak a rajongók életére. A popzene egyik csúcsát kétségkívül a 80-as évek végén és a 90-es évek elején élte, amikor is olyan zenekarok tűntek fel az otthoni palettán, mint például a Republik. A néhai Bódi Lászlóval, vagy ahogy mindenki ismeri, Cipővel vált híressé a zenekar. Ám Cipő felfoghatatlanul korai halála után sem állt a koncertezéssel a Republik. Az énekesi szerepet ma az egykori barát és harcostárs Boros Csaba tölti be. A Republik népszerűsége ma is töretlen. Jól mutatja ezt, hogy Dombóváron közel 4000 ember előtt játszolták el a legnagyobb slágereiket. Mai este október 4-én Dombóvári járás történelmével be fog vonulni, hiszen Gulyás Gergely miniszter úr jóvoltából ma este a Republiki zenekar koncertezik itt. Úgy látom, hogy az a 4000 ember a környező települések elfogadta a meghívásunkat, nagyon jól érzi magát, kedvező az időjárás, és azt gondolom, hogy továbbra is érdemes hallgatni a Republika együttest. Személyes élményemet is szeretném megosztani a kedves nézőkkel. Cipő halála óta, akit jó magam nagy művésznek gondolok és gondoltam, sokak sajnálják, hogy már nem lehet közöttünk. A Republik él és élni fog. Ez egy kiváló zenekar, és mindenkit arra biztatok, ha van lehetősége, Republik koncertre menjenek el! A koncerten elhangzott az 1990-ben alakult zenekar valamennyi slágere, így például a Száját is madár, vagy a 67-es út is. Gyere, bomba, mondd el nekem, hogy mit szeretnél! Gyere, bomba, úgy szeretném, hogy szeress belé, szeress belé! Gyere, bomba, mondd el nekem, csak súp meg! Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!